Vadászat, gasztronómia és oktatás, ezekkel a témákkal is foglalkozunk a Barcsi Krónikában. Ma este szép jó estét kívánok a Híd Televízió valamennyi munkatársa nevében. Köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Természetesen várjuk továbbra is észrevételeiket és javaslataikat. Mondom is az elérhetőségeket. 70 639 102 7-es a telefonszám, amelyen kereshetik hangban, no és persze rövid szöveges üzenetben is szerkesztőségünket. Elektronikus leveleiket pedig az infokukac.barcsmedia.hu címre várjuk. A folytatásban pedig nézzük a mai témákat röviden. Az Országos Vadászkamara legrangosabb elismerését kapta dr. Boda Pál és a Barcsi Malgai Viktor. Középrigócon ünnepelt a Somogyi Vadásztársadalom a hétvégén. Mi a drávai halászlé titka? No, csak semmi passzírozás. Amatőröknek és mestereknek is külön versenyt rendeznek Barcson. Közel 108. évfolyamos diák vesz búcsút a Barcsi általános iskoláktól ezekben a napokban. Az intézmények nyári programokkal is készülnek a vakáció idejére. Jó hangulat és remek illatok lengték be a drávaszentesi falunapot. A település rész lakói idén is együtt köszöntötték a nyarat. Középrigócon ünnepeltek az idei évben a Somogy megyei vadászok. A Somogy megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei területi szervezetének legmagasabb elismerését vehette át a megyei vadásznapon dr. Boda Pál a kamara elnöke, no és Malgai Viktor a Kaposvári SC Dráva Völgye Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgató helyettese is. Kürt szó köszöntötte a somogyi vadászokat az idei megyei vadásznapon Középrigócon. A két évtizedre szóló vadászati területek kijelölésének időszaka véget ért, az ebből fakadó korábbi vitákról azonban szándékosan alig beszéltek a Somogy megyei vadásznapon. Tehát az ünnep azért ünnep, mert szeretnénk, hogy ez az új 20 éves időszakot most már tényleg csak a vadászattal, egymással való törődés, a vaddal való törődés kötné le, és minden jelenlegi és mostani esetleges feszültség az megszűnne. De kell róla beszélni, mert senki nem azt így, hogy ez teljesen semmit mondan történt meg, minden jó volt. Ez nem így van, de remélem, hogy túl vagyunk rajta, de hát az élet ilyen, hogy túl kell magunkat tenni mindenfajta feszültségen. Már csak azért is, hogy megmaradhassanak a jeles somogyi hagyományok, hiszen a megye az egyik legkiemelkedőbb vadászterület Somogyban. Ugye én mondtam, hogy 74-től fogom a puskát, illetve 75-től már vettek fel, akkor olyan, az a régi úgy hívták, hogy parasztpuskás. Olyan nagyon jó volt a hangulat a vadásztárságon belül is. Ezt én nagyon hiányolom. Szóval nem a vadászat, meg a pénz, jól lát, kell a másik is az elsőhöz, de nem igaz, hogy az a pénz uralja, vagy kell, hogy uralja a vadásztársági hangulatot, és ez sajnos ma még nem ilyen egyszerű mindenki számára, de hát remélem, hogy azért csak-csak elsimulnak, mert nagy vezetőkt is hallottam a minap, hogy akinek nincs pénz, az ne vadászon. Szóval ez nem így pontosan így működik, mert például az én őseim, a anyai ági őseim 1750-től kezdve vadászok voltak, meg erdésznek Gödöllőn, úgyhogy valószínűleg génjeimet onnan örököltem, és nagyon sok ilyen van, aki úgy a élete formája kell, hogy legyen, hogy a vadászatot tegye, csinálja. Így nem is a területek miatti viták, hanem az ünnep adta meg az alaphangot a rendezvényen. Hagyományosan ezen a napon tesznek fogadalmat Somogy ifjú vadászai is. Idén közel 80-an tettek hitet a vadászat értékeinek megőrzése mellett. Nem csak 17-18 évesek voltak itt, hanem bizony voltak, akik közel vannak a 70-hez, tehát ez nem korfüggő. Az alsó limit az nyilván megvan, ez 17 év, de 18 éves koruk előtt nem fognak fegyvert kapni.
csak a vadászvizsgát tehetik meg. Mi büszkék vagyunk arra, hogy ezek az emberek nálunk végzik a vizsga előkészítő kötelező vadásztanfolyamokat, többek között itt Barcson, a Közép-Rigóci intézmény keretein belül is. Tartunk tanfolyamokat méghozzá a helyi oktatók segítségével, és utána a vadászkamaránál vizsgáznak, hiszen ennek a nyájnak a tagjai lesznek, ennek a vadászkamarának lesznek aztán a tagjai, felkészítjük őket. Nem túl jó a híre Somogy megyének egyetlen egy esetben a vadászat terén, ez pedig az Állami Vadászvizsgabizottság, amelynek az elnöke roppant szigorú itt, és ez azt jelenti, hogy a vadászvizsgát csak azt teljesíti, aki olyan felkészültségű, van annyira komoly, és nyilván ez egy szűrő, egy elvárt szűrő, egy jogszabály által, egy vizsgaszabályzat elvárt szűrő, például a lőfegyverhez jutás előtt. Ez a szűrő, ez kemény, ennek a vizsgabizottságnak én vagyok az elnöke. Ez a vizsga lebonyolítása a kamara állam által átruházott feladata. De aki idáig eljut, ott felszáll a füst, és bátran vállalja, és úgy nézem, hogy önkéntesen vállalják azt az utat, hogy etikus és méltó követői lesznek annak a bizonyos útnak, amire megpróbáljuk őket rátenni, hiszen a tanfolyamok alatt a szemléletformálás a mi kezünkben van, és nyilván csak olyan ismereteket adunk át, amelyeket a későbbiekben pozitív irányba tudnak hasznosítani a jelöltek. A sikeres vizsgázók közt a somogyi kormány megbízott is fogadalmat tehetett, neki is vizsgáznia kellett. Méltán vagyunk büszkék a somogyi vadászhagyományokra, hogy az előbb a köszöntőmbe is elmondtam, hogy a gémszarvas tekintetében a világranglista 10 helyezettjéből 5 magyar, és abból 3 somogyi, Lábod, Vörösalma és Pusztakovácsiba esett el ezek a gimbikák. Tehát azt hiszem, hogy van mire a somogyi vadásztársadnak büszke lenni. A mi feladatunk az, hogy ezeket a hagyományokat tovább tudjuk vinni. Egy olyan vadgazdálkodás, egy olyan fenntartható fejlődés legyen Somogyban, ami tényleg csak úgy érhető el, hogy ha minden érintett szereplő kölcsönösen együttműködik egymással. Én a hatóság részről minden esetben erre törekedtem. A döntések előtt a nagyobb vadgazdálkodókkal, a kamarával és a szövetséggel minden esetben egyeztettünk. Én azt hiszem, hogy talán ennek az eredménye az, hogy Somogy megyében úgy zajlódott le az elmúlt elég feszültsége terjes időszak, hogy mégis sikerként könyvelhetjük el, hogy a mai napon ott tartunk, ahol tartunk. Pedig ellentétekre bárki bármikor hivatkozhatna, hiszen a gazdák szemben állnak a vadásztársaságokkal az állomány, no és persze a vadkár miatt is. Tavaly például a somogyi gazdáknak fizették ki a teljes hazai vadkár mintegy egyharmadát. 600 ezer hektár Somogy megye területe, és ebből 93 vadgazdálkodási egységre, vadászterületre oszlik fel. Ezek közül a nagy részének most a különleges rendeltetési területek kivételével lejárt az eddig 10 éves üzemterve. Most egy újabb 20 éves időszak kezdődött meg, és nagyon nem volt mindegy, hogy sikerül-e itt olyan feltételeket teremteni, ami egyrészt a vadásztársaságoknak az érdekeit is szolgálja, de a földtulajdonosokét is. Nem csak a kicsikét, vagy nem csak a nagyokat, hanem a kis földtulajdonosokét is. Tehát ehhez kellett olyan szakmai háttér, hogy ezeket a döntéseket helyesen hozhassuk meg. Azt említettem itt a köszöntőbe is, hogy Somogy megyében a vadkár óriási mértéket ölt, ugye elég sűrű a vadpopuláció, és több mint 600 millió volt a tavalyi évben Somogy megyében a mezőgazdasági vadkárnak a mértéke, ami az országosnak a körülbelül az egy harmada, és ha azt nézzük, hogy minden tizedik vaddisznót Somogyba ejtik el, akkor azt lehet látni, hogy Somogy megye kiemelkedik a vadászat területén, és a mi felelősségünk az, hogy a vadgazdálkodók 10 év múlva is azt mondhassák el, hogy Somogy megye kiemelkedő terület. Ez valóban egy több összetevős játszma, és ezért kell nekünk néha a vadgazdálkodókkal szemben is ezt az érdeket, ezt az állami érdeket és egy összérdeket képviselni. Vannak vadászok, akik szerint a magas vadkár kifizetésének oka nem más, mint a túlduzzasztott állomány, amire szintén nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Egy kicsit elszabadult a helyzet, több a vad, mint a vadártartó képesség. Most ezzel úgy védekeztek a tulajdonosok, és főleg az erdészet, hogy építették a kerítéseket. Óriási teletek vannak lekerítve, ahol a vad nem talál élelmet, tehát oda megy, ahol élelmet talál. Most egy növekvő vad állomány, egy szűkülő vadászt, szűkülő területen keresi meg, ott annál nagyobb kárt tesz, kvázi kárt, nem, mert ezt enni muszáj szegénynek, és ezért ez óriási feszültségeket okoz. Most én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb el kell odaírni, hogy
hogy a vadártartó képességet, amiről ne csak tanuljunk meg, beszéljünk, hanem ténylegesen is legyen, ezt a vadártartó képességet kell meghatározni pontosan, arra a létszámra lecsökkenteni a nagyvadat, és akkor úgy gondolom, hogy meg fog szűnni ez a feszültség. Ez az egyik legnehezebb feladat, mert az érdekeink mások, meg én visszautalok, hogy hát majd kifizetem a vadkárt, hogyha túl sok van, meg van a 120, meg a 2000 forint per hektáros bérleti díj között is. Szóval vannak dolgok, ami az én kövérzetem egy kicsit piszkálja, ebben kell érni, tudomásul kell vennem, de hát azt szeretném, hogyha ez normális mederbe menne hosszú távon, és erre próbálom itt a társasági vezetőket, kollégáimat, barátaimat rávenni, hogy hát valahogy így nézzük ezt a mindennapokat. A vadásznapon évről évre díjazzák a vadásztársadalomért sokat tevők munkáját. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet legmagasabb kitüntetését a Magyar Vadászatért érdemérmet vehette át dr. Boda Pál. Az OMVK Somogy megyei területi szervezetének elnöke szinte az anyatejjel együtt szívta magába a vadászat szeretetét. Gyermekként, mint hajtó kísérte édesapját és barátait hétvégente. 2000 óta a Somogysárdi Nyíres Vadásztársaság elnöke. Nimród vadásztérem kitüntetést vehetett át Malgai Viktor erdőmérnök mérnök tanára Kaposvári SC Dráva Völgye gimnáziumának szakmai igazgatóhelyettese. Az erdészek mindig közel vannak a vadászokhoz. Most már évek óta benne vagyunk a szervezőbizottságban, mint iskola, nem mint én, tehát igazából ezt a díjat talán a tantestület is kapta. Megosztottuk a munkát, tehát az én feladatom általában ezeken a rendezvényeken a helyszín biztosítása. Tehát itt a tanulókkal közösen fölépítjük ezt a sátorvárost, előkészítjük a fellépőknek a helyszínt, az árusoknak a helyet. Hát ez több napi, sokszor heti munkát is jelent 60-70 embernek. Ezt koordinálom én, és hát valószínű ezt a kitüntetést is ezért kaptam, de nagyon fontos dolog, hogy az árusokkal megfelelő kontaktust alakítsunk ki, ezt igazgatóasszony végezte ebbe az idei évbe, illetve igazgatóhelyettes asszony volt felelős a kulturális műsoron a fellépőkért. Mert hogy a kísérő műsorokból sem volt hiány, a vadásznap ugyanis nem csak az életforma képviselőihez, hanem a közönséghez is szól. Lassacskán felkerülnek a táblákra a vakáció feliratok, elköszönnek az iskolától a diákok. Az intézményeket arra kértük, hogy összegezzék, mitől is volt maradandó az idei tanév, és hogy milyen létszámokra számíthatnak a jövőben. Az iskolai év végeztével lassan kezdetét veheti a nyári szünet, a táblákra felkerülnek a vakáció szóbetűi, és a diákokat is többnyire már csak az iskola udvaron látni. Az osztályozó értekezletek mellett az elmúlt tanév összegzésére is remek alkalmat ad az iskolai év vége. A Deák Ferenc általános iskolában idén sem tétlenkedtek, volt Deák hét, a diákok különböző sportversenyeken szerepeltek, de a kötelező események sem maradhattak ki. Az Arany János általános iskola szintén eseménydús évet zárhatott, és rengeteg a munkaterven kívüli eseménynek is otthont adott. Fontos és nagyszabású rendezvény volt a Dél-Somogyi Dalos Találkozó, ami 31. éve kerül megrendezésre, és ebben a tanévben ért ide az iskolánkba. Május 12-én közel 300 gyereket fogadtunk ezen a rendezvényen, és 8 kórus mutatta be a tudását. A fenntarthatósági témahét, ami még ősszel zajlott, ebben is részt vettünk. Kiemelt feladat volt ebben a tanévben a nemek közti egyenlőség, ezt minden pedagógus a saját osztályával végrehajtotta, és nagyon pozitívak voltak a tapasztalatok, nagyon jó ötleteket kaptunk ebben a témában is. Ami újdonság volt szintén ebben a tanévben az, hogy az egy osztály által kitalált májusfa állítás és kitáncolási ceremóniát most iskolai szintre emeltük, nagyon sokan vettek részt, szülők is jöttek, illetve a szulóki tagiskolából is érkeztek gyerekek. Egy nagyon jó hangulatú, és azt gondolom, hogy a gyermekek identitását növelő program van kialakulóban, illetve reméljük, hogy sikerül hagyománnyá tennünk majd az iskolában.
A beiratkozók és a ballagók arányából az iskolák mérleget vonhatnak és kalkulálhatnak a következő tanévre ígérkező tanuló létszámmal. 47 elsős iratkozott be, és 34 diák ballag el, úgyhogy így akár pozitívnak is tekinthetjük a mérleget, de a vándorlások azért igazából majd szeptemberre derülnek ki, sokan költöznek, úgyhogy a stabil gyereklétszámot majd igazából az októberi statisztika teszi véglegessé. Ezen kívül nagyban alakít a statisztikán a hatosztályos gimnázium, ugyanis azok a diákok, akik ezt a képzési formát választják, nem mutatkoznak a ballagói létszámban, így akár azt is hihetnénk, hogy nő a diákok száma. A Barcsi telepeinkre, az itt a Deák Ferenc általános iskolában két osztály, két nyolcadikas osztály ballag, 30, illetve 29 fővel, a két telepeinkön Vízváron, illetve Bolhón pedig 6, illetve 4 tanuló a negyedikesek között. A következő tanévben két első osztályunk indul 42 fővel, összesen 42 fővel. Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a gyerekek száma folyamatosan csökken. Na hát ez országos tendenciós. A már említett hatosztályos gimnáziumi képzés hatása a továbbtanulási statisztikákat is befolyásolja. A tanulók ezzel együtt kicsit több mint fele választ érettségit adó képzést valamilyen hagyományos vagy szakgimnáziumban, míg a többi tanuló inkább a szakmát adó képzések felé kacsingat. A balcsi nyolcadikosok nagy többsége inkább helyben keres középiskolát, míg vidékre csak a tanulók töredéke felvételizik. Azt hihetnénk, hogy az évzáróval a sarokba kerül az iskolatáska, viszont, mint megtudtuk, nem csak csupa henyélésből áll majd a barcsiaknak a nyári szünet. Annak az időszaknak vége, ami miatt a pedagógust irigyelni illet, a hosszú nyári szünet, tehát most például egész júniusban dolgozunk, nem csupán itt vagyunk és a saját kis dolgainkat rendezzük, hanem táborokat szerveztünk. A tanév zárása utáni héten közel 130 gyereket táboroztatunk, tehát ez egy nagyon komoly munka lesz a pedagógusok részéről. Az azt követő héten is több mint 100 gyerek vesz részt táborban. Közülük 42-en például a balatoni Erzsébet táborban már. Az aranyos táborozók egy része Kaszóra is ellátogat majd, de lesznek olyanok is, akik Pécs városát ismerhetik meg közelebbről. A nyári pihenésből a deákosoknak sem jut majd kevesebb az idén. Tanulóink, az intézményünk részt vesz az Erzsébet napközi tábor programsorozatában, pályázataink nyertesként szerepelnek. Gyakorlatilag három csoportunk itt a helyben, az intézményben vesz részt ezeken a táborokon, illetve egy nagyobb csoportunk pedig az ottalvós napközi táborban szerepel a Balaton partján. Bár a nyári táborok tartogatnak feladatokat a diákok számára, azért jut majd idő a pihenésre is. A hazaérkező gyerekekre még jó pár szabad hét vár a nyári szünetben, így nem kell majd aggódniuk, hogy nem jut idő a kötelező olvasmányokra. Halfőző verseny mégpedig első alkalommal, itt Barcson nem is akármilyen nemzetközi versenyről van szó. Július 1-én várnak mindenkit sok szeretettel, de mivel is készülnek a szervezők? Vajon van-e autentikus receptje például a drávai halászlének? Erről is beszélgetünk itt a Barcsi Krónikában. Köszöntöm sok szeretettel stúdiónkban Veszner Ádámnét, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatóját, és Nagy Pál Jenőt, halfőzőmestert. Nagyon sok titkot fogunk kérdezni öntől, ez biztos, de először az általánosságokról mindenképpen beszéljünk. Tulajdonképpen itt azért egy elég színes program lesz, sőt nem is csak magyar résztvevőkkel, Ildikó. Mire számíthat majd az, akinek most fogalmazódik meg esetleg a fejében, hogy hoppá, megmérettetném magam? Tud-e még jelentkezni például erre a versenyre? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és bizony tud még jelentkezni, hiszen június 26-áig várjuk a jelentkezéseket a július 1-i halfőző versenyre, illetve hát halászléfőző versenyre, ami szombaton délután a drávai Szabadstrandon lesz itt Barcson, és 14 órától várjuk a csapatok jelentkezését. Horvátországi és magyar résztvevők is lesznek, na de hát
azért mégiscsak a dráva mellett vagyunk. És van egy nagyon autentikus recept, és most már a halfőzőmesterhez fordulok, hogy mi is az igazi drávai halászlé? Létezik-e ilyen, vagy pedig csak ilyen legendák szárnyalnak? Mert hogy van, aki passzírozva készíti. Nem titok, a műsor előtt beszéltünk. Ez nagy vétek. Igen, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hát igen, nagy vétek a passzírozás, nagy vétek egy halászlében. A drávai irdat halászlé, ez egyedi készítéssel történik, és egyedi módon, egyedi ízekkel, egyedi fűszerezettséggel, és egyedi helyen hozzá kell tenni, Barcs és Fonzás körzetében a drávapart, ez nagyon csodálatos vadon terület, és ez hozza összességében a komplett halászlének a jellegét. Hát tulajdonképpen a fő lényeg a drávai irdat halászlének az, hogy a hasaljából veszünk ki egy darab zsiradékcsikot, és nincs egyéb növényi és állati eredetű zsiradék benne. Maga... Tehát nem úgy állunk neki, hogy végy egy kis olajat, párold meg, ha nem tudom, hanem... Nem, itt nem kell elmenni vásárolgatni olajat, meg stb. Egyéb zsiradékot itt a maga, kifogom a halat, vagy éppen megveszem a halat a bizonyos helyről, ott megpucolom az ikráról, a belsőségről, leveszem a zsiradékot, azt is felhasználom, és a hasaljából egy nagyon vékony kis csikot leveszek, és azt a hagyma, mint a hagyma vastagságra, metélre földarabolom apróra, és ezt egy külön bográcsba visszapirítom, és kevés vízzel labálni hagyom, amíg a hal irdalásával és szeletelésével foglalkozom. És természetesen nincs passzírozás, ezt még egyszer hozzátennem, még a hagymát sem passzírozunk, semmit nem passzírozunk, mert ez 40 perces halász, 40 perc alatt minden elföl, aminek ott el kell, hogy följön. Ez akkor ez egy baráti idő. Nem is kell túl sokat várnia például a vendégeknek. Persze lesz itt nagyon sok eljárás szerintem, amit szemre lehet majd venni, de milyen halból érdemes nekiállni? Hát a drávai irdalt halászlé az pontja az alap. Tehát van kétféle halászlé fog készülni itt a versenyen, és a drávai irdalt halászlé részemről, ami pocsakponyból készül, és a másik a vegyes halászlé, aminek a fő alapanyaga természetesen a jó kis drávai szürke harcsa. Mert itt nyelek nagyokat. abba is természetesen van ponty, van egy kis törpeharcsa, egy kis keszek, kárászat, stb. Kis vegyesítése, és azt készül. De a maga a szelet, ami helyettesíti a pontyot a másik halászlé, itt a harcsa filé fogja helyettesíteni a halászlébe. Na, mi pedig majd nagyokat fogunk szagolni a levegőben, és élvezzük az illatokat, ez már biztos. De hogyha már itt tartunk, lesznek profi indulók, és lesznek... amatőr indulók, ha jól tudom, igazgatóasszony. Igen, külföldről abszolút profiak versenyzőket várunk, hiszen többszörös bajnok csapatok fognak, illetve személyek fognak részt venni, illetve nem csak úgymond az amatőröknek, hanem a helyi éttermeket, illetve a környékbeli éttermeket is várjuk, hogy ők is nyugodtan benevezhetnek, és megmutathatják, hogy igenis érdemes náluk majd halászlevet rendelni. És hogy miért is érdemes kilátogatni, lesz itt Guinness rekorder, igaz, nem halászlében Guinness rekorder, többszörös bajnokok érkeznek Horvátországból, és hát persze ne feledkezzünk meg a magyar versenyzőkről sem. Mi a különbség, hogyha egy profi készít halászlevet, vagy egy amatőr? A profi mindig egyféle halból főz? Nem, a profinak megvan a sajátos jellege és főzés technikája. A hal az ugyanaz lehet, az nincs különbség közte. Itt egyetlen, ami nagyon fontos, a frissesség. Tehát nincs mirelit hal, nincs fagyasztás, semmiféle egyéb dolgok. Itt... Hova? Akkor hogy indulnak neki? Pecabott? Azért nem. Nem. Hát annyi, hogy a főzés előtt körülbelül fél óra legyen a tisztítás és a vágási időszak. Utána azonnal főzni. Fél órán belül főzni kell, mert már állott íze lesz a halnak. És... Tehát a profik azok általában így állnak neki. Most az amatőr része az előkészíti otthon szépen az alapanyagokat, stb. Szétlövő, súzza, meg egyéb fűszerezés, saját specialitásokkal rendel, és azzal próbálja összeállítani. Meg természetesen a profi részéről a tálalás, ott megvan ott, vagy a patkónak milyen formának, mekkora terpesztést csinálhat a patkón is, nagyobb terpesztés. Ez mérni kell? Természetesen a színt, az állagot, az illatanyagokat, akkor a patkónak, a kanállal belenyomnak, annak az állagát, az visszaugrik, úgy marad-e. Tehát a profi halfőzőknél, mint amit megtapasztaltam, én is Horvátországba járok halfőzőversenyekre, tehát nagyon-nagyon komoly előírások vannak, és én is több mint egy éve után tudtam csak megfelelni, és annak a halászlé stílusnak tulajdonképpen.
Hát ez nem semmi. Túl azon, hogy külön lesznek profi és amatőr versenyzők, hát elég szépen fel kell szerelniük magukat a csapatoknak, hiszen de van ennek ellenére, amit a szervezők biztosítani tudnak. Mit lehet erről tudni, igazgatóasszony? Hát az amatőrök számára. Így van. De egyébként nem csak az amatőrök számára, hanem mindenki számára ugyanazokat a feltételeket tudjuk biztosítani. Tehát kap minden csapat sátrat, egy sörpadgarnitúrát, illetve fát. A többit az sajnos a versenyzőnek kell majd hozni magával, de én úgy gondolom, hogy ez, aki szeretne megméretetni magát, ő neki ez hogy biztosítani tudni. Már csak azért is, mert állítólag az sem mindegy, hogy a bogrács aljának a kiképzése milyen, hogyha abban készül a halászlé. Igen. Igaz? Így van. Így van, hát nem mindegy. Nem. Nehéz kívülről eldönteni, hogy ki mit szeret. El kell dönteni, hogy halászlét főzök, vagy bogrács gulyást. Igen. És itt a bogrács határozza meg a folyamat. Tehát a halfőző bogrács az természetesen befelé ívelő, mint a vörös boros pohár. Hogy az illatok, aromaanyagok visszaforduljanak, és a gőzök kitávozzanak. De viszont az illatanyagok benn maradnak a bográcsba. És hát a maga a főzés technikája is, ami nekem is van a dráva irdat halász egyedi főzés technika, ami forog benne, van egy forgás sebesség a halnak, a hal szeletnek, és ezt 40 percen keresztül így kell forralni, és ezt a bogrács adja meg ezt az ívet. És hogyha már itt ott tartottunk, hogy egy patkónak a kiképzése, bocsánat, tehát a tálalás módja milyen kell, hogy legyen, lesznek külön díjak. Igaz? Tehát itt még a kinézetnél is, ha valaki kellően fifikás és esetleg nem ilyen ői kategóriájában indul, hanem valóban amatőr és a közönség kategóriában szeretné megméretni magát, na akkor sem mindegy, hogy tálalja az elkészült ételt. Igen, és nem csak a tálalás, hanem egyébként, ahogy a Jenő el is mondta, különféle szempontokat fognak nézni a zsűrik. Aki úgy gondolja, hogy szeretne részt venni ezen a versenyen, ő a jelentkezési lap mellett talál egy versenykiírást is, ami tartalmazza, hogy a halászlé pontozása például hogy áll össze, ahol pontozni fogják a színt, a küllem állagot, az illatot, az íz zamatot, a hús íz konzisztenciáját, és lesz egy összbenyomás. Erre lehet így kapni 100 pontot, és ugye utána majd ezt fogja meghatározni a rangsort, de egyébként, hogy a kérdésedre válaszoljak, fogjuk majd a legszebb tálalást, a legidősebb versenyzőt, a legfiatalabb versenyzőt is értékelni ezen a rendezvényen. Hajrá, fiatalok, akkor lehet nyugodtan próbálkozni. Volt-e arra példa, hogy esetleg egy, mondjuk úgy, hogy vérprofi halfőző mester, titkokat tudott elcsenni amatőr csapatoktól, vagy olyan emberektől, akik foglalkoznak halászlé főzéssel, csak nem biztos, hogy ilyen szinten. Mindenképpen van ilyen. Én is akármány versenyre elmegyek profiként, figyelek mindent, tehát az amatőröket, mert olyan titkokat, tehát olyan fogásokat lehet elvenni tőlük, elcsenni, idézőjelesen, amit bele tudok építeni a saját technikámba, a saját receptembe. Mint hogy a dráva folyóra épül minden egyes recepten, onnan alkottam meg őket a halászlétől kezdve a harcsa ételekig. Ebben nagyon sok dráva résznek, 140 kilométeres magyar szakaszról, amerre végigjártam horgászni, és voltam falvakban erre-arra főzőversenyeken, és nagyon sok kis technikát tudtam csipkegetni innen-onnan, mire összeáll tulajdonképpen ez a fajta művészetnek mondható, most már ez a főzés technika, ez egy művészetté alakult át. Magyarországon ennek kisebb hagyománya van, legalábbis a dráva mentén, ez most egy óriási kísérlet, nekem meg legalábbis így tűnik. Mik a remények? Sok-sok résztvevő, sok-sok néző, és rendkívül finom illatok. De hát nyilván Horvátországból is jönnek versenyzők, úgyhogy ez egy tényleg nemzetközi viadal lesz, hogyha így tetszik. A dráva két partján most a halfőzőmestert kérdezem, vannak-e eltérő technikák? Tehát a folyó az ebben a gasztronómiában is határt jelent-e? Igen, mindenképpen határt jelent, teljesen más technikával, teljesen más fűszerekkel, teljesen más jellegű paprikával, minőségben más alapanyagokkal, paprikákkal, vagy éppen ízesítőkkel főznek, és még ezen kívül vannak garázstitkok, amit még a mai napig én se tudtam megfejteni.
Csak egy, látjuk, érezzük, csak, de csak nem látjuk, tudjuk, érezzük, hogy mitől. És nem tudjuk, hogy mi az, de ők is ugyanezt kóstolgatják, halászlemet látják, érzik, ott vannak, látják a forgását, de egyszerűen nem jönnek rá, hogy az mi van. Ezek a garázstitkok, ezek soha nem lesznek elárulva, mert ettől halászlé az én halászlém, és ettől halászlé a horvát halászlé tulajdonképpen. Így van. Hát ez egy érdekes kis kavalkádnak tűnik így elöljáróban, nem? Igen, gondolom, hogy nagyszerű lesz. Milyen programok várják egyébként az odaérkezőket, hiszen itt most már megvan a komplett menetrend, amely akár a szervezők Facebook oldalán, weboldalán is elérhető. Kezdeném mindjárt a legelején. 14 és 15 óra 30 között várjuk azokat a versenyzőket, akik úgy gondolják, hogy szeretnének megmérettetni. Természetesen előre is már várjuk a jelentkezési lapok leadását, de ott a helyszínen is még egy pár jelentkezést szerintem el fogunk tudni fogadni. 3:45-re nagyjából mindenkinek el kell foglalni a helyét, és 16 óra után már sajnos nem fogunk tudni senkit tűz közelébe engedni, mert akkor már elindul majd a verseny. 16 óra és 17 óra 30 között kell a Jenő által említett 40 perces halászlevet produkálni, és közben természetesen a színpadon azért nem fog megállni az élet, hiszen táncosok, néptáncosok, szulaki, barcsi, illetve mohácsi népi együttesek fogják majd egymásnak adni a színpadot. 17:30-kor kell leadni a minta halászlevet, és 20 órától lesz majd az eredményhirdetés. 17 órától azért a színpadon sem fog megállni az élet, továbbra sem, hiszen akkor jönnek majd a könnyű zenei programok, szintén a Mohácsi Kex együttes, a Barcsi Messenger, a barokk zenekar, a The Garden eszékről. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon változatos, és bocsánat, Radics Márkot kifelejtettem, akkor már mondjuk el mindenkit. Tehát itt lesz könnyedebb műfaj, populárisabb, kicsit rockosabb, kicsit hardosabb. Tehát úgy gondolom, hogy aki kilátogat, mindenki talál magának majd megfelelő minőségű zenét. Nyilván, és közben ellesheti a kulisszatitkokat már, ha lesz rá idő. Ez a 40 perc, ez mennyire köti röghöz a csapatokat? A 40 perc az 40 perc, aki ahol tart, kérem uraim és hölgyeim, vége, ennyi idő volt a halászlére? Ezt hogy kell elképzelni, ugye nem? De. De? Pontosan. Húha. Ez pontosan így van, ez igen. Ez egy nagyon izgalmas igen, komoly előkészületek kellenek előtte. A tűznek előre lehet gyújtani, általában fél órával a tüzet fölhevíteni, jó parazsat lehessen csinálni, hogy mire fölrakjuk a halászét, addigra már ott már csak táplálni kell legyen a tüzet. Hát ez komoly előkészülettel jár, és ez valóban 40 perc. Itt, ez komoly logisztika is. Komoly logisztika. Hozzá kell tenni azt, hogy aki népviseletben, mint én is népviseletben jelenek meg, az nehezíti a dolgokat, de maga a látványosság, tehát a turistáknak, meg az ide látogató vendégeknek, ez hatalmas látványosság, aki benevez egy halászlével, és egy népviseletben egy látványos munkát végez, de plusz még mellette versenyez, és plusz még odafigyel a 40, de plusz még beszélgetek a receptről, és ráadásul még kóstolókat is kínálgatok. Tehát ez 40 perc, az 40 perc, ott nem. Elő kell készülni, fel kell hevíteni a tüzet. Egy, nem fogom kérni, hogy a kulisszatitkokat elárulja, de fa vagy gáz, melyik az ideális? Vagy mindegy? Tulajdonképpen mindegy. Mindegyikkel meg kell tanulni külön főzni. Én régen gázzal főztem, csak gázzal, ott a 40 perces halászlé a forrás technika miatt gázzal egyszerűbb. Természetesen fával sokkal nehezebb, fél éve most már fával főzöm, ahol ez a 40 perc, egy tulajdonképpen úgy kell rakni a tüzet, mint a napsugár, és a napsugarakat kell beljebb tolni, és azok táplálják tulajdonképpen. Tehát a fa a napsugár, a szálfák, és azok táplálják a forgássebességet, a hőtartást. Elég nehéz, de látványos, és hát sokan mondják, hogy a füst az ad egy pluszt. Én állítom, hogy csak látványt ad, nem ad pluszt, mert a gázzal is meg lehet főzni ugyanazt a minőségű halászlét. Minden esetre az látszik és hallatszik, hogy hatalmas szeretetet főz minden egyes bográcsnyi adagba, és remélem, hogy sokan így fognak majd tenni. Aki kilátogat, hallgathat zenét, érezheti az illatokat, és akkor most megkérdezem, hogy és kóstolhat is? Én úgy gondolom, hogy természetesen lehet arra módot találni, hogy kóstoljanak, hiszen az éttermeket úgy is kértük föl egyébként, hogy a profik adjanak lehetőséget arra, módot arra a vendégeknek, hogy vásárolhatnak, kóstolhatnak,
illetve a halászlé főzés mellett azért még lesznek kézműves kirakódók, akik szintén hagyományosan házi készítésű termékekkel fogják majd várni a kilátogatókat. Hát akkor remélem, hogy minél többen mennek majd titkokat elcsenni, elfelejteni a passzírozást, mert hogy ezek szerint ez a drávai halászlé esetében nem helyén való. Még egyszer tehát a program napja, július 1-e, és akkor rajtól a nemzetközi halászléfőző verseny. Én sok sikert kívánok a felkészüléshez, a szervezéshez, és akkor találkozzunk ott, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Köszönöm szépen. Halat ugyan nem, de vadat viszont főztek a lelkes önkéntesek a drávaszentesi falunapon. Bár a település rész régóta Barcshoz tartozik már, az itt élők mégis minden esztendőben megtartják saját összejövetelüket. Elkészült a pörkölt, pihennek a szakácsok és a kukták, hamarosan azonban érkezik drávaszentes apraja, nagyja, és szép lassan kiürül majd a kondér. De nem csak finom étel várja a faluházhoz érkezőket, a rendes ünnepléshez árusok és kulturális műsor is társul. Minden évben nagyon nagy lendülettel és lelkesedéssel indulunk ennek a napnak. Ebben az évben is egy nagyon-nagyon színes palettával, itt a Mazsorej csoport, Csocsesz lesz a sztárvendégünk, és a Gyurgois Tibornak a növendékei lépnek föl a színpadon. Nagyon sokan vagyunk, hála Istennek, szép az idő, és mindenki itt van. Remélhetőleg még többen is leszünk, hisz még csak ez a kezdet. A polgárőrök tagjai itt vannak, a baráti kör tagjai, mindenki, fiatalok, idősebbek egyaránt. Azt lehet mondani, hogy mindenki itt van, aki csak teheti. A lelkesedés szerencsére nem csak a képviselő asszonyban lobban fel, sokan segítenek az előkészületekben és a lebonyolításban is. Nehéz lenne felsorolni, valóban nem szeretnék senkit kihagyni, úgyhogy így nem is mondanék neveket, de mindenki, akit csak megszólítottam, bármiben segítettek. Hát a lányok, asszonyok baráti köre és a polgárőrök. Úgyhogy ez a közös klán, minden vezet összeszokott banda. A fiúk azok segítettek itt pakolászni, bográcsokat elrendezni, mi lányok meg hát főztünk. Tavaly előtt is vadpörköltet készítettünk, és most is lehetőségünk volt erre, úgyhogy meg is tettük, és nagyon finom meg lehet kóstolni. Megkóstoltuk. Nekünk ízlett, valóban jól sikerült, de nem csak mi zsűriztük, hanem a falu népe is. Csütörtökön csináltuk meg a vadat, azt ugye le kell pucolni rendesen, meg helyre rakni úgy, ahogy kell, és akkor utána azt ugye elraktuk a fagyasztóba, és hát ma 9 órára jöttünk, és 9 óra óta itt vagyunk, és tesszük a dolgunkat. A helyi rendezvények sorában azonban nem csak olyan szerepel, amit a képviselő asszony szervez, hanem vannak civil és egyéni kezdeményezések is. Falsanggal kezdünk minden évben, és akkor onnantól kezdve szinte minden hónapban, tehát mondom nőnappal folytatjuk, de a nőnapon belül azt lehet mondani, hogy a gyerekeknek külön rendezvények vannak, a falsang, a gyereknap, ahol csak rájuk gondolva, de a baráti kör szinte havonta egy alkalommal összejön. Aztán legutóbb épp a májusfa kitáncolás hozta össze a fél falut, mint most is egy kis eszemiszom Dáridóra. Ez szó szerint így van, tehát eszemiszom Dáridó mindig zene mellett, mindig tánccal, mindig mulatozással egybekötve. Ennyi fért e heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Az Országos Vadászkamara legrangosabb elismerését kapta a dr. Boda Pál és a Barcsi Malgai Viktor. Középrigócon ünnepelt a Somogyi Vadásztársadalom a hétvégén. Mi a drávai halászlé titka? No, csak semmi passzírozás. Amatőröknek és mestereknek is külön versenyt rendeznek Barcson. Közel 108. évfolyamos diák vesz búcsút a barcsi általános iskoláktól ezekben a napokban. Az intézmények nyári programokkal is készülnek a vakáció idejére. Jó hangulat és remek illatok lengték be a drávaszentesi falunapot. A településrész lakói idén is együtt köszöntötték a nyarat.
Köszönöm figyelmüket, reméljük, hogy a jó időben sem feledkeznek meg rólunk, egy hét múlva friss kiadással jelentkezik a Barcsi Krónika, csütörtökön este pedig a képviselőtestület soros ülését közvetítjük felvételről, itt a Híd Televízióban. Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!